Kreatív királylányok. A hókirálynő ajándéka. Meseországba beköszöntött a tavasz. Hófehérke vidáman sétára indult a közeli hegyek felé, hogy epret és málnát szedjen a 7 kis törpének. Kissé messze belkalandozott a rengetegben, és kopár sziklaszirtek lábánál megpillantott egy ragyogó jégpalotát. Még sosem jártam itt. Ez a palota gyönyörű. Hogy szikrázik a napfényben? Örülök, ha tetszik. Nem sokan járnak errefelé. Ki vagy te? A hókirálynő. Neked köszönhetjük a téli hónapokat, a hóesést és a jégvirágokat? Ah, ugyan. Meseország lakói nem szeretik a hideget. Látom én jól, mennyire örül mindenki, hogy végre tavasz van. Igen, jó, hogy tavasz van, de hidd el, a telet is szeretjük. Kedves tőled, hogy vigasztalni próbálsz. Hófehérke látta, hogy a hókirálynő szomorúan nézi a napos égboltot. Nincs kedved sétálni egyet az erdőben? Nem szívesen hagyom el a palotámat, az idő ilyenkor túl meleg nekem. El is köszönök. Visszatérek jeges tróntermembe, egyedül. Ahogy hazafelé sétált, Hófehérke azon tűnődött, hogyan lehetne jobb kedvre deríteni a hókirálynőt. A tél csodás évszak. Annyira szeretünk olyankor hógolyózni a törpékkel. Megvan! Megkérem hercegnő barátaimat, hogy készítsenek ajándékokat, amikkel aztán meglepjük a hókirálynőt a palotájában. Hogy érezze és tudja, fontos nekünk, és hálásak vagyunk neki a szép téli hónapokért. Ahogy hazaért, már is kismadarakat küldött szét a hírrel, ő maga pedig a konyhába sietett. Készítek egy hatalmas fagylaltortát, annak biztosan örülni fog a hókirálynő. Menten szorgoskodni kezdett. Az erdei állatok oda sereglettek köré, vidám énekszó zengte be a házat, és Hófehérke készített egy 3 emeletes fagylaltortát, amelyet gyümölcsökkel díszített. A konyhában szundikált a legidősebb törpe, aki hirtelen felébredt. Vidd el kérlek ezeket a gyémántokat is a hókirálynőnek. Neki bányáztam ma. Elfáradtam. Azzal menten újra elaludt. Pihenj csak, addig sütök neked almás pitét. Az ajándékozás ötlete eljutott Hamupipőkéhez is. Hófehérkének igaza van, nagyon szeretek szánkózni, és a hókirálynő nélkül nem tehetném. De vajon milyen ajándéknak örülne? Egy kis galamb odarepült Hamupipőke kezére, és beletette egy fehér szalagot. Remek ötlet! Egy szalagokkal díszített álomszép ruha. Ez biztosan örömet okoz majd neki. Galambarátaival nekiálltak, szaptak és vartak egész délután. El is készült a csillogó ruha, a szoknya részre Hamupipőke még jégvirág mintákat is hímzett. Ó, ezt én is szívesen viselném egy királyi bálban, csodásan áll majd a hókirálynőnek. Kastélya kertjében Csipke Rózsika is erősen gondolkodott valami igazán hasznos ajándékon. Valóban meg kell hálálnunk a hókirálynő munkáját. Neki köszönhetem, hogy minden télen korcsolyázhatok. De mit ajándékozzak neki? Egyszeriben odafutott hozzá kis unikornis barátja. Tudom már, biztosan sokszor érzi magát magányosnak abban a hatalmas jégpalotában, hiszen csak télen mozdul ki onnan. Keresek neki egy kis állatbarátot, aki ott élhet vele, hogy ne legyen egyedül. Menjünk el a hűvös erdőbe, ahol a jégpalota áll. Amint elérték a sziklaszirteket, Csipke Rózsika elkiáltotta magát. Kedves erdőlakók, van-e köztetek olyan, aki szívesen beköltözne a jégpalotába? Nem mozdult a mókus, a nyúl, a madarak és a sün sem, ám hirtelen odarepült Csipke Rózsikához egy vidám kis bagoly. Egy hóbagoly! Te leszel az! Ó, mennyire örül majd neked a hókirálynő! A szörnyetek kastélyában Szépség is megkapta az üzenetet, és hamar el is döntötte, mivel lepi meg a hókirálynőt. Festeni fogok neki. Úgy hallottam, hogy a jégpalota falai üresek. Ha lefestem, hogy Meseország lakói hogyan töltik a téli hónapokat, a királynő látja majd, hogy mennyi örömet okoz nekünk. Mivel is kezdjem? Annyi ötletem van.
hatalmas vásznakat vett elő, és nekiállt festeni. Készített képet a korcsolyázó hamupipőkéről, a szánkózó csipkerózsikáról, a húgolyózó három kismalacról, sőt, a hóembert építő hét törpéről is. Miután mindenki elkészült az ajándékával, a hercegnők egy szép délutánon elsétáltak a jégpalotához, és beléptek a hatalmas csarnokba. A hókirálynő nagyon elcsodálkozott, amikor meglátta a sok meglepetést. De hát miért adjátok nekem mindezt? Én csak hideget hozok rátok. És ez így van rendjén. Szükségünk van a térre, ahogyan a tavaszra, a nyárra és az őszre is. Meseország lakói szeretik a hóesést. Köszönjük, hogy minden évben elhozod nekünk a telet. A hókirálynő nagyon boldog volt. Egyenként megcsodálta a kedves meglepetéseket, és megsimogatta új hóbagoly barátját. Csodás minden ajándék, köszönöm. Most már tudom, hogy örömet okozok nektek minden télen, és nekem ez a legfontosabb. Fényesség támadt, és megjelent Meseország jó tündére. Hókirálynő, én is hoztam neked egy ajándékot, ezt a kis felhőt. Mostantól bármilyen évszakban sétára indulhatsz, mert mindig a fejed felett lebeg majd, és hűvös levegőt fúj rád. Ettől a naptól kezdve a hókirálynő nem érezte többé magányosnak magát. Hercegnő barátai gyakran meglátogatták őt a jégpalotában, és ő is sokszor elsétált hozzájuk, feje felett az apró kis felhővel. Kreatív királylányok magazin. Kapható az élelmiszerüzletekben és az újságárusoknál.